Sziasztok! Ez a Szelekótya Sárkánycsuli videósorozat 8. epizódja, két zsinóros sárkányozásról kezdőknek. A korábbi részekben mindenfelül körüljártuk magát a sárkányt. A mostani alkalommal pedig szerény segédjéről, a zsinórról lesz szó. A repülés magas iskoláját nem itt fogod megtanulni. De ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. A legelső részben már utaltam rá, hogy alapvetően kétféle zsinór létezik, komoly és komolytalan. Ha jót akarsz magadnak, az utóbbit belátható időn belül lecseréled az előbbire. A probléma persze az, hogy egy komoly zsinór simán belekerül annyi pénzbe, mint egy komolytalan sárkány zsinórostul. Azok a bizonyos játékboltok meg strand melletti bódék persze tele vannak ilyenekkel, és aki először kacérkodik a kormányozható sárkány gondolatával, az érthetően nem akar mélyen a zsebébe nyúlni, aztán viszont a nyaralásról már esetleg haza sem viszi a sárkányt, mert ilyen szarral ő nem akar többet szenvedni. A komolytalan zsinórok sodrással készülnek valamilyen műszálból, leginkább talán poliészterből, rosszabb esetben poliamidból, vagyis nejlonból. Ezek az anyagok feszültség alatt rugalmasan megnyúlnak, és összehúzódnak, ha a feszültség megszűnik. Amikor a sárkányt irányítani szeretnéd, a húzásod egy része a zsinórt nyújtja, ahelyett, hogy a sárkányt húzná. A tolásod egy része pedig a zsinórt engedi összeugrani, ahelyett, hogy a sárkányt adná át a szélnek. Ennek pedig nem csak az a következménye, hogy a sárkányod kelletlenebbül engedelmeskedik a parancsaidnak, hanem az is, hogy a parancs abbahagyását sem rögtön veszi észre, tehát folyton túlkormányozódik. Szerintem, akik a sárkányozást egy kísérlet után feladják, azoknak több mint a fele emiatt veszti el a kedvét. A sodor zsinór ráadásul szeret bepödrődni. Ez pedig oda vezet, hogy ha nincs kifeszítve, akkor összegubancolódik. És akkor még nem is beszéltem a karikaformájú orsókról, amiken a komolytalan zsinórt kapod, és amik egyben fogantyúként is működnek eregetéskor. Ezekről szinte lehetetlen egyforma hosszú zsinórt leengedni, ha csak az egészet le nem tekered, ami viszont általában túl sok. A karika egyébként akár el is roppanhat a kezedben, ha túl erősen húz a sárkány, azon kívül sokkal kevésbé érzed rajta keresztül, hogy mennyire feszül a zsinór. Ha együtt kell élned egy ilyennel, akkor érdemes pár dolgot észben tartani. A pödrődés csökkentése végett a zsinór levételét lehetőleg úgy intézd, hogy egyenesen kifelé ereszted a karikát forgatva, nem pedig oldalra ledobálod róla. Amikor vissza akarod tekerni a zsinórt, a legjobb ennek az ellenkezője, tehát orsószerűen visszatekercselni a zsinórt a karikára. Ez azonban baromi bizmogós. Ha a gyorsabb felcsévélést választod, akkor tanácsos minden 10-20 tekerés után irányt váltani és a másik oldalról tekerni tovább. Így a zsinór egésze körülbelül ugyanannyit pödrődik erre is, arra is. A két zsinór hosszát, ahogy már szintén említettem az első videóban, érdemes előre kimérni, úgy, hogy valahol a szabadban felakasztod egy praktikus kiszögellésre a zsinórjaid végét, elsétálsz tőlük 20-25 méterre, egyformán feszesre húzod a két zsinórt, és teszel rájuk egy jelet alkoholos filccel. A komoly zsinórokat fonással készítik, az anyaguk pedig ultranagy molekula tömegű polietilén, ami legtöbbször Dyneema vagy Spectra termék néven fut. Fonás előtt általában előfeszítik az elemi szálakat, így a végeredmény szinte teljesen rugalmatlan. A jobb zsinórok bevonatot is kapnak, ami javítja a síkosságukat, valamint a nedvességnek és ultraibolya sugárzásnak való ellenállásukat. Ezekkel bátran repülhetsz akkor is, ha a két zsinór sokszorosan egymás köré van csavarodva. A pehelysúlyú szuperkötelek szakító szilárdsága körülbelül megfelel az azonos vastagságú edzett acélnak, csak épp 8-ad akkora tömeg mellett. A szakító szilárdságot Európában, Deka-Newtonban, rövidítve Dan-ban mérjük, ami majdnem egyenértékű a régebben használatos kiloponddal vagy kilogramm súllyal.
az Amerikában használatos fontban kifejezve durván kétszer akkora számokat kapunk. Azonos minőség mellett a kisebb szakítószilárdságú zsinór értelemszerűen vékonyabb, tehát könnyebb is, és a légellenállása is kisebb. Ezért akrobatikus sárkányozáshoz, ahol nem számítunk brutális húzóerőre, nem ajánlatos a túlméretezett zsinór. Az 50 dan körüli érték jó kiinduló pont. Nagyobb sárkánnyal és erősebb szélben inkább 70, extrém esetben 100 dan körüli zsinór kívánatos. Pici sárkányhoz vagy nagyon enyhe szélhez pedig elég lehet a 35 vagy akár 20 dan körüli szakító szilárdság is. Az ultravékony zsinórokat a végükön, ahol a sárkányhoz, illetve a fogantyúhoz csatlakoznak, köpennyel látják el, hogy könnyebb legyen bánni velük, és hogy ne vágják el a másik zsinort, amire ráhurkolod őket. A köpeny egy cső alakban megfont zsinór, aminek a belsejébe speciális szerszámmal, például behúzódróttal lehet a reptető zsinort beügyeskedni. A felköpenyezett zsinór végre egy hurok kerül, amit lehet egyszerűen csak megcsomózni, vagy lehet varrással rögzíteni. Mindezt maga is elvégezheti, aki nagy tételben vásárol zsinort. De a magunk fajta mezei sárkányos inkább kész szettet vesz, méretre vágva és mindkét végén felköpenyezve. Ahogy az imént is említettem, én 20-25 méteres zsinort javaslok. Nagyobb sárkányokhoz és precíziós műrepüléshez inkább többet, 30 vagy akár 40 métert szoktak használni. De ennek kezdőként két fontos hátránya van. Egyrészt nagyobb távolságról kevésbé látod, hogy pontosan mit is csinál a sárkányod. Másrészt minden szégyensétád annyival hosszabb lesz, tehát annyival kevesebb időt töltesz repüléssel. 20 méternél rövidebb zsinort viszont kicsi sárkányhoz sem érdemes használni, mert a kis sárkányok általában agilisabbak, ráadásul eleve nagyobb szelet igényelnek a repüléshez. Így sokkal nehezebb lesz reagálnod arra, hogy mit művel a fürge sárkány a rövid zsinór miatt kicsi szélablakban. Rendes zsinórszethez tartozik egy rendes tartó is. A zsinórtartó vagy csébe elnyújtott X alakja azt szolgálja, hogy a zsinór ne tudjon lecsúszni, amikor rögzítve van, de kényelmesen le lehessen róla eregetni, amikor kibontjuk. A zsinórok pödrődését, ami valamennyire a fonott zsinórnál is szempont, úgy előzzük meg, hogy nem egyszerűen rátekerjük a zsinórt a tartóra, hanem 8-as alakban csévéjük fel, így mindig egyet jobbra, egyet balra csavarunk rajta. A hákú gyártmányú csévék áttöréseibe be lehet fűzni a fogópántot, így az nem lifeg össze-vissza feltekerés közben. Ezt én nagyon szeretem, mert mindig a fogantyú felől a sárkány felé haladva csévélem fel a zsinort, és a sárkánytól elhátrálva eresztem le. Lehet fordítva is csinálni. De ezt főleg azt teszi, aki nagy szélben sárkányozik, és a pántokat lecövekeli. Vagy az, aki fogantyút szeretne cserélni a zsinóron, anélkül, hogy az egészet letekerné. A tartó fel lehet szerelve egy gumiszállal is, amivel a feltekert zsinórt biztonságosan rögzíteni lehet. A Klimax csévékről ez alapállapotban hiányzik. Helyettük egy tépőzárszerű szalagot kapunk rögzítéshez, amely szerintem sokkal kevésbé praktikus, és a zsinort sem kíméli. De azért nem nagy a baj, mert a tervező gondoskodott lyukakról, amikbe mi magunk befűzhetjük a gumit. Úgy 25 centi gumizsinór kell hozzá, amit az egyik végén megcsomózunk.
a másik végét átfűzzük az egyik lyukon, aztán vissza a másikon. Bepróbáljuk, hogy a vájatokba beakasztva ne legyen se túl szoros, se túl laza. Lazán megcsomózzuk a túlsó végét is. Aztán megszorítjuk a csomót. És a végeket esetleg egy kis olvasztással eldolgozzuk. Azt pedig már az előző részben is megmutattam, hogy mire jók még ezek a vájatok. A ragaszkodó csatlakozók széttolásánál segítenek. A komoly zsinórhoz fogópánt dukál, ami a zsinórszetnek nem szerves része, bár a jobb sorozatgyártott sárkányokhoz többnyire azzal együtt mellékelik. A pánt jobbára hevederből vagy csőszalagból készül, ami nem nyúlik meg, viszont elég puha ahhoz, hogy kényelmes legyen. A legelterjedtebb forma a csuklópánt, amiben bele lehet bújtatni az egész kezünket. Ennek a fogásmódnak az előnye, hogy a sárkányozás közben kevésbé fárad a kézfej. Viszont kevésbé finoman érzed a zsinór feszülését vagy ernyedését, ami akrobatikus repülésnél hátrány. Én enyhe szélben beszoktam akasztani a mutató ujjamat a pánt végére erősített felfogatóba, erősebb szélben pedig a hüvelyk és a mutató ujjam közé veszem a pánt két végét. A profi pilóták sokszor az ujjaikra hurkolják a pántot a csuklójuk helyett, és léteznek rövidebb pántok is, amik pont ilyen ujjas fogásra vannak kitalálva. Lehet a kéz külső két vagy három ujjára húzni a pántot, és akkor a végét meg lehet csípni a hüvelykkel és a mutató ujjal, vagy a mutató ujjat rajta lehet tartani magán a zsinóron. És van olyan pánt is, amit közvetlenül a mutató és a középső ujjra lehet felhúzni. Érdemes kísérletezni a különböző fogásokkal, meg persze akinek lehetősége van rá, annak különböző pántokkal is. Nincsen legjobb megoldás, hanem inkább egyéni stílus kérdése, hogy kinek melyik a legmegfelelőbb. Ezzel be is fejeztem az észosztást mostanra. Mehettek a jó levegőre gyakorolni. Ha tetszett ez a videó, nézzétek meg a többit is, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Stb. A következő részben pedig arról lesz szó, hogy hogyan válasszál magadnak sárkányt.